Köszöntöm a Honvéd Hét nézőit! A város katonai múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott sajtótájékoztatót a Honvéd vezérkar főnöke a Székesfehérvári Városházán. Ez a város mindig is történelme során katonaváros volt, és szerencsére jelenleg is katonaváros, és látva ezeket az elképzeléseket, a szerepét a városnak a katonák életében, az a jövőben is így lesz, és ennek mi nagyon örülünk. És aztán ennek persze számos infrastruktúrális eleme van, oktatási eleme van, kulturális eleme van, adtunk át ingatlant ezekre a célokra, nagyon fontos a kadétképzés, nagyon fontos a katonai kollégiumok hálózatába való bekapcsolódás, a fiatalok megszólítása, a tartalékosok megszólítása, akár a hazai katonák, katonacsaládok támogatása, akár az itteni NATO szervezeti egységek támogatása. Nekünk ez büszkeség, minden ünnep, de ugyanúgy a szürke hétköznapok is, és ehhez próbálunk segítséget és támogatást adni. Székesfehérvár polgármesterét, Székesfehérvár lakosait rendkívül módon érdekli, hogy a magyar haderő fejlesztése az hogyan áll, és ebben Fehérvárnak milyen szerepe van. Én azt gondolom, sikerült megnyugtatni ezeket az embereket, hogy Székesfehérvár továbbra is a Magyar Honvédség fővárosa. Nagyon fontos parancsnokságok és entitások vannak itt, nemzeti és NATO, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi azt, hogy Székesfehérvár mennyire fontos a Magyar Honvédség életébe. A fejlesztés az továbbra is folyik, és ebben is óriási szerepe van Székesfehérvárnak is. Mintegy 3000 érdeklődő látogatott el a Tatai Klapka György első páncélos zsandár alakulatnapjára. Megpróbáltunk egy olyan komplex programot összehozni a mai napra, ami korosztálytól függetlenül mindenkinek érdekes lehet. A jelenlévők összetétől adódóan azt kell mondjam, hogy nagyjából 5-től 90 éves korig minden korosztály képviselteti magát. Amellett, hogy a dandár, illetve a velünk együttműködő szövetséges erők technikai eszközeit bemutatjuk statikus bemutató formájában, illetve dinamikus bemutató formájában, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság, illetve rendőrség is képviselteti magát. Toborzási tevékenységünk erősítése érdekében pedig a mai napon a Laktanya területén ünnepélyes keretek között átadtunk egy toborzópontot. Nemes küldetés katonának lenni, hangsúlyozta Polgárdi Petra őrmester, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ kórházi művelet támogató osztályának ápolója, amikor kettős hivatásáról beszélgettünk vele. Polgárdi Petra őrmesterrel, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ kórházi művelet támogató osztály ápolónőjével beszélgetünk. Petra, miért választottad a katonai hivatást? 2017-ben jöttem a Honvéd Kórházba, hogy erősíthessem az itteni csapatot, mint diplomás ápoló. Már az állásinterjú alkalmával elhatároztam, hogy mindenképp szeretnék katonának állni. A Honvéd Kórház akkor még leendő dolgozójaként, ugyanis ezt kötelességemnek éreztem. Továbbá a honvédséggel egy újabb hivatást tudhatok magamévá az egészségügy mellett. Mi vonzott a katonai pályára? 2019 óta szolgálok szerződéses altisztként. Minden egyes nap megerősített, mind mentálisan, mind fizikálisan. Remek csapattá kovácsolódtunk, újabb barátokat szereztem. Itt megtanul az ember csapatban dolgozni, bízni a társaiban. Később lehetőségem nyílt külszolgálatomba részvételre. A fél éves időtartam alatt, amit külföldön töltöttem, számos tapasztalattal gazdagodtam. Mi az, amit ad neked a Magyar Honvédség? Egy újabb családot, számomra a harmadik családot, az otthoni és az egészségügyben összekovácsolódott csapat mellett.
Ápolóként a széleskörű szakmai ismeret mellett elengedhetetlen a hivatástudat, hogy a legjobb tudásunk szerint és a legemberségesebben végezhessük a feladatunkat. Ehhez esetemben párosul a katonai hivatástudat. Szerencsésnek érzem magam, amiért katonaként a civil szakmámat végezhetem. A katonai pálya is rengeteg lemondással és alkalmazkodással jár. Például, ha a feladatteljesítés céljából hosszabb, rövidebb időre távol kell kerülnöm a családomtól. Amikor viszont megtudják mások, hogy mivel is foglalkozom, elismerő szavakat kapok, ez pedig még inkább megerősít abban, hogy a lehető legjobb helyen vagyok. Miért ajánlanád ezt a munkakört a fiataloknak? Amellett, hogy nemes küldetés katonának lenni, rengeteg lehetőséget biztosít új ismeretek megszerzésére, nyelvtanulásra, ezzel párhuzamosan külszolgálaton, nemzetközi gyakorlatokon való részvételre, így pedig újabb kultúrákat és környezetet tudnak megismerni, ahova adott esetben el sem juthatnának. Ki kell emelni emellett az anyagi vonzatát is a hivatásnak, ugyanis a fizetés mellett rengeteg juttatással, támogatással számolhat a katona, például külszolgálaton való részvétel, vagy a lakhatási támogatás is nagy segítséget tud nyújtani a mindennapi életben. A Magyar Honvédségnek nagy szüksége van a motivált fiatalokra. Ha valakit vonz ez a pálya, de aggályai vannak, hogy megfelel-e a kritériumoknak, vagy igazán beépíthető ez a mindennapi életébe, akkor a civil szakmája mellett kipróbálhatja magát katonaként. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében szerezhet be új eszközöket a Magyar Honvédség anyagellátó raktárbázis. A projektzáró rendezvényt Budapesten az Újszász utcai objektumban tartották. Katasztrófa védelemhez speciális felszerelések szükségesek, amelyek professzionálisan segítik a Magyar Honvédség munkáját és polgári lakosságnak a mentését és az anyagi javaknak, a infrastruktúráknak a védelmét. Ezek közül most, ami beszerelésre kerül, az egyrészt a polgári lakosság mentéséhez szükséges felszerelések, úgy mint fűthető pneumatikus sátrak, székek, asztalok, továbbá szanitár konténerek, mint a mentésügyi műveletekhez elengedhetetlenül szükséges gépek, berendezések, univerzális munkagépek, daruk, konténerszállító berendezések, motorcsónakok. A Balatonakaratján rendezett 3. nemzetközi kadétkupa, illetve 7. országos haditorna verseny döntőjének résztvevői egyaránt kiváló teljesítményt nyújtottak. Idén Ausztria nyerte a nemzetközi kadétkupát, a magyar csapat a dobogóról éppen csak lemaradva a 4. helyen végzett. Országos haditorna verseny döntőjében Hajdú Bihar vármegye bizonyult a legjobbnak, a dobogó második fokára Pest vármegye fiataljai álltak, a bronzéremnek pedig Győr-Moson-Sopron vármegye csapata örülhetett. A záróünnepségen Antal László dandártábornok, a Honvéd vezérkar kiképzési csoportfőnökség csoportfőnöke adta át a díjakat a legjobbaknak. A Kis József 86. helikopterdandár két katonai helikopterrel sikeresen hajtotta végre az úgynevezett flare-dobást a Tatár-Szentgyörgyi lőtér légterében. A gyakorlat végrehajtásáért két katonai helikopter felelt. Az infravörös önirányítású légiharcrakéták megtévesztését demonstráló tesztfeladat révén a szolnoki hajózók az úgynevezett flare-dobásokat kívánták dokumentálni, a végrehajtásról készült felvételeket ezt követően kiellemzik majd.
a Honvéd Hét műsorát látták, hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a www.honvédelem.hu portálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!